Köszöntöm a nézőket a következő szűk fél órában Lenke Istvánnal, a Paks 2 Atomerőmű ZRT vezérigazgatójával fogunk beszélgetni. Vezérigazgató úr, köszöntöm a stúdióban. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Mielőtt belevágnánk az aktualitásokba és Paks 2 aktualitásaiba, tulajdonképpen egy kicsit tekintsünk ki, hogy is került ön az atomenergetika közelébe, és milyen életút kell ahhoz, hogy valaki a Paks 2 ZRT élére kerüljön. Hát elég régen én szakközépiskolába Pécsre jártam, Cipernoszkiba. Mindig reklámozni szoktam, mert nagyon jó iskola volt, most is az. És az iskolában volt egy olyan tanárom, aki már akkorjában ki volt választva ügyeletes mérnöknek Paks 1-hez. Sok mindent mesélt az akkor majd épülő atomerőműről, és így tovább, és ezt követően én a Műszaki Egyetemre mentem. Akkor még nem volt atomerőműves szak, nappali szak, erőgépésznek indultam, és a harmadik év után a mi tankörünkkel indították meg Magyarország első nappali tagozatos atomerőmű elnézést, képzését. És akkor az egyetem alatt után gyakorlatilag teljesen egyértelmű volt, hogy Paks az irány. Tehát amikor befejeztük, akkor az egész tankörünk idejött. És hát most röviden, tömören végigjártam mindent. Életem egyik legszebb időszaka az üzembejezés, illetve az azt követő majd 10 éves üzemeltetés volt, amikor ügyeletes mérnökként dolgoztam. Ma is állítom, hogy az a atomerőmű szakma csúcsa. És utána különböző nappali beosztásokban, műszaki igazgatóként későbbiek során a bővítéssel foglalkozó projektet követően, a Teller és a Lévai projektet követően bővítési igazgatóként dolgoztam. És az élet úgy hozta, hogy most már lassan 2 évvel ezelőtt Süli miniszter úr, mikor miniszterré vált, akkor felkért Paks 2 élére, és én nagy örömmel mondtam igent. Akkor tulajdonképpen azt is elmondhatjuk, hogy gyakorlatilag mindenre rálátása volt, hogy azóta mit változott a technológia. Rengeteget? Igen, rengeteget. Amikor az egyetemre idejöttünk, akkor nekünk megvolt az a szerencsénk, hogy idézőjelben kúsztunk-másztunk mindenhol, mindent megnézhettünk, még akkor az épülő blokkokon, egész pontosan akkor az épülő 1-es blokkon, aztán majd a 2-es blokkon. Voltunk betanulni Novorényesben, nagyon sok mindent láttunk, és itt az üzembezés alatt nagyon sok tapasztalatot lehetett szerezni. Későbbiek során, amikor már az erőmű már jól beállt az üzem, akkor a különböző biztonságnövelő intézkedések, átalakítások kapcsán különböző beruházásokban vettem részt, akkor műszaki igazgató, később különböző projektekben, és hát akkor gyakorlatilag az erőmű folyamatos modernizálása, vagy hát az időhöz való hozzáigazítása zajlott, illetve azok a biztonságnövelő intézkedések készültek, amiket a Nemzetközi Atomenergiai Ügynökség ajánlott. Úgyhogy gyakorlatilag azt tudom mondani, hogy folyamatosan minden átalakítást, minden változást láttam, sok-sok céggel kerültem kapcsolatba. Jelentősen változott a technológia, úgy mondom, hogy sokkal-sokkal modernebbé vált, és hát a mai előírásoknak megfelelően az új blokk már a 3 plusz generációs blokk, amely mondhatnánk azt, hogy szinte mindenre védett. Azt lehet mondani, hogy ez ma a legjobb? Ma ez a legjobb, igen, a világon gyakorlatilag ez a 3 plusz generációs atomerőmű típus a legjobb. Akik ilyet gyártanak, amerikaiak, oroszok, franciák, dél-koreaiak, mind ugyanezt a 3. pluszos generációt gyártják, aminek a lényege az röviden tömören annyi, hogy az összes biztonsági berendezése, elve működése az nagyjából egyforma. Egyikben kicsit több az aktív elem, a másikban kicsit több a már tervezetten passzív elem, amihez nem kell majd villamos energia, hogyha működnie kell. Ilyen van a mostani blokkunkban is, az új blokkokban is, de ilyen az amerikai Westinghouse-nak az egyik új típusú erőműve, amelyik szintén tele van passzív elemekkel.
Térjünk rá akkor az aktualitásokra. Hol tart most a kivitelezés? Ugye egyrészt lehet venni azt a munkát, ami majd az engedélybeszerzéshez kell, illetve a másik pedig a fizikai, ugye, amire talán a közvélemény kíváncsi a látványos része, hogy mikor kezdenek majd elépülni épületek, illetve hát maga az atomerőmű. Igen, nyilvánvalóan az a... Sokan azt gondolják, hogy egy munka akkor megy igazán, amikor már nő ki a földből az alap, tehát a látványosabb, ugye, ahogy említette, a látványosabb része működik a dolognak, de hát mindenki tudja, aki házat épített, vagy bármilyen beruházásban benne volt, hogy a legtöbb munka a jó előkészítésben van. Tehát maga az építés, nem állítom, hogy nem egy fontos, nem egy nagyon alapos dolog, sőt, de az egy meghatározott idő alatt végrehajtható. Az előkészítés az a rész, ahol nem szabad hibázni, és ennek az előkészítésnek a során azok az engedélyek, amik kellenek, azoknak egy része megvan, már környezetvédelmi engedély, megvan az előzetes hálózatra kapcsolási engedély, telephely engedély. Ezek közül az engedélyek közül az egyik legfontosabb a létesítési engedély, ami után kezdődhet meg az a látványos tevékenység, gyakorlatilag a gödörnyitás, így szoktuk mondani, amikor is a nagy földmunkák elindulnak, és onnantól kezdve nő ki az épület a földből. Ezen előkészítő munkáknak azon fázisában vagyunk, a létesítési engedélykérelmi dokumentációt rakja össze a fővállalkozó, nyilván velünk együtt, ami azt jelenti, hogy a mi ellenőrzésünk után készülhet el az a csomag, amit átküldünk majd az Országos Atomenergiai Hivatalnak engedélyezésre. Csak hogy mindenkinek világos legyen, egy brutális mennyiségű 300 ezer oldalas lesz ez a létesítés. Igen. 250-300, de ez még növekszik ez az oldalszám, úgyhogy tehát körülbelül ilyen 300 ezer oldalnyi mennyiségű dokumentumról van szó. Ezeket a dokumentumokat kell átnéznünk, megnéznünk, hogy mindennek megfelelnek-e a magyar előírásoknak, törvényeknek, jogszabályoknak, és az uniós ajánlásoknak, törvényeknek, jogszabályoknak. És van egy harmadik csomag is, a EURE, tehát az Európai, European Utility Requirement, ez a rövidítés ennek az EURE-nak, ezen előírásoknak is megfelel, és hogyha mi azt látjuk, hogy rendben van minden, akkor mondjuk ki azt a végső elment, amivel elküldjük az Országos Atomenergiai Hivatalnak, és az Országos Atomenergiai Hivatalnak összességében 15 hónap áll rendelkezésére, hogy kiadja a létesítési engedélyt. Addig a 15 hónapig, tehát még ugye az ahhoz jövő részben lehet dolgozni a felvonulási épületeket, meg lehet építeni, és egyáltalán ugye hol tartanak ott? Van itt egy villamos állomási trafó építés, ami ugye a magyar fél feladata, ami azt a célt szolgálja, hogy majd az ottani építők ugye villamos energiához jussanak, tehát ők közben dolgozhatnak? A magyar-orosz szerződés értelmében ugye a fővállalkozó, az orosz Atomstra Export, ők azok, akik az összes munkát beleértve a felvonulási területnek a munkáit is végzik, megadott fix összegen belül természetesen, ez nem változott semmit. Viszont vannak olyan jellegű tevékenységek a szerződés értelmében, ami a megrendelő oldalának, tehát megrendelő oldali feladat. Egyik ilyen feladat a 22/11 kV-os trafóállomásnak a megépítése, amivel a felvonási területnek a villamosenergia betáplálását fogjuk ellátni. De visszatérve az elejére, az orosz fél a felvonási területen természetesen az általam említett gödörnyitás előtt már jelentős munkákat kell, hogy végezzen. Nagyon sok épületet el kell, hogy készítsen, ennek első három eleme a fővállalkozói contractor office, tehát a fővállalkozó iroda, a megrendelő iroda elkészítése és a kantin, ennek a három épületnek az elkészítése várható most az első fél évben. Ezzel kapcsolatos dokumentumok rendelkezésre állnak, a vállalkozót kiválasztották az oroszok, tehát én úgy mondom, hogy nagyon rövid időn belül ez a fajta mozgás megindul, és látható is,
és azt követően a felvonási területen a folyamatos építkezés kell, hogy menjen, azért, hogy azok az épületek, amik kellenek a güdőnyitás és azt követő munkákhoz, betonozáshoz, egyebekhez, tehát betonkeverőzem és így tovább, ezek mind készen legyenek, mire ott a konkrét güdőnyitási és az első betonkijöntési munka el tud indulni. Tehát, ahogy említettem, a magyar oldali kötelezettségek közül mi az elsőt, azt már teljesítettük, tehát a 22/11 kV-os trafóállomást tavaly májusban kezdte meg az OVIT, mint vállalkozó megépíteni, és most február 23-án volt a hivatalos átadása ennek az épületnek, hogyha aki arra jár az északi porta felé, a valamikori állatsimogatónak nevezett területen, vagy terület melletti úton elmegy, ott látni fogja ezt a szép kis épületet, üzemel gyakorlatilag, hát és várja, hogy az orosz építésű épületekhez szükséges villamos betáplálás használva is legyen. Süli miniszter, ugye még miniszter úr tavaly még világossá tette, hogy határidő nincsen. Belső határidők léteznek, amit esetleg mondjuk saját maguknak szabnak? Minden projektben van határidő. Tehát a miniszteri határidő nincsen mondást azt úgy kell érteni, hogy és ez teljesen jogos és teljesen törvényszerűen mi is így értjük, hogy a dokumentációk, anyagok elkészítésénél vagy a határidőknél nem a határidő a legfontosabb, nem az a fontos, hogy most készen legyünk, vagy határidőt átnelépjük egy vagy két nappal, hanem az a fontos, hogy minden olyan feltételt, amit nekünk kötelezően be kell tartatnunk nukleáris biztonság szempontjából, ezt mi betartassuk, és a dokumentumok, anyagok, előkészületek, épületek olyanok legyenek, ami megállja a helyét. Tehát ilyen szempontból határidő van természetesen, nekünk belső határidők vannak, de ezek a határidők abban az esetben, hogyha valamilyen komolyabb hiányosságot látnánk itt a nukleáris biztonság szempontjából, akkor természetesen módosulhatnak, de szigorúan tartjuk a határidőket. Vezérigazgató úr, mire lesz majd képes Paks 2, hogyha megépül, és mire kell, hogy képes legyen? Tehát igazából egy kicsit a kérdésem arra is vonatkozik, hogy hogy látják, hogy változik ma az energiaigény Magyarországon, akár a felhasználói szokások, akár pedig a mennyiségi változások. Akkor, amikor kicsit távolabbról kezdem röviden, akkor, amikor a Tele és a Lévai projektben, amiben benne voltam, fülig vagy nyakig, ezekben a projektekben elkészítettük a hosszú távú kitekintéseket, energiafogyasztást, energiatermelés, felhasználást figyelve, akkor egyértelműen az látszott, hogy a 30-as években pont akkor, amikor a Paksi 1-4 blokk leállítása, üzemidő hosszabbításon túli leállítása történik, 32 és 37 között, ezekben az időszakokban igen komoly nagy energiakapacitási hiányok lesznek. Mint a termelésben, fogyasztásban növekmény várható, rendszeres évenkénti 1-1,5%-ot prognosztizáltunk akkor, a legutóbbi év az, ha jól emlékszem, 0,8%-os növekmény volt. De ami a lényeg, hogy ebben az időszakban nagyon sok kapacitás nem lesz, kiöregedő erőműveknek a üzemből való kivonása miatt, és nem csak, hogy nálunk nem lesz, hanem a környező országok, ahonnan villamos energiát tudunk importálni, ott sem. Tehát ők ugyanebben a helyzetben lesznek. Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Ukrajnát is ide számolom, mert a villamos energia import jó része Ukrajnából származik. Tehát ezek az erőművek elfogynak, helyettük kellene újat építeni, és hát a két új paksi blokk, tulajdonképpen ezért nevezzük ezt kapacitásfenntartásnak, ezt az egész projektet, gyakorlatilag a kifutó 1-4 blokk helyére lép be. Annyi különbséggel, hogy jelenleg 2000 megawatt van, 2000 megawattos összteljesítmény van, az új blokkok pedig összességében 2400 megawatt körüli összteljesítményt fognak, tehát az 5-ös, 6-os blokk nyújtani. Úgyhogy
fenntartjuk majd hosszabb távon azt a kapacitást az új blokkokkal, amely kijön a régi blokkok üzemben kívül helyezésével. Tehát akkor az import függőségünk tulajdonképpen ugyanúgy megmarad majd? Valamicskét javul, de ha nem gondoskodunk Magyarországon arról, hogy újabb erőművek épüljenek, és itt nem atomerőműről beszélek elsősorban, mert miniszter urat már többször sem félre értették, amikor új erőművekről beszélt, és utána azt kapta vissza, hogy már a Paks harmadik ütemének az építéséről beszél. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy új erőműveket kell építeni, megújuló erőműveket, régi hagyományos erőműveket, értem alatt a szénerőművet is, megfelelő modern technológiával. Erre Magyarországnak a lignit kapacitása alkalmas arra, hogy hosszú távú villamos energiaellátást biztosítson, és amennyiben új gázvezeték csatlakozások lesznek Magyarországon keresztül, akkor gázerőműveket is kell építeni. Tehát építeni kell erőműveket, igen. A megújulókkal is lehet érdemben számolni? Gondolok arra, hogy most éppen Pakson a napokban adták hát Magyarország legnagyobb naperőművét. Mi mindig azt mondtuk, hogy a nukleáris energiatermelés, megújuló energiatermelés egymás mellett él, egymás mellett van, egymás mellett kell, hogy éljen. Megújuló energiáknak a technológiája és a terjedése az igen gyors, és mindezek mellett úgy látjuk, hogy alaperőműként, alaphüllanyáram termelőként kell valami, és ez pedig a legbiztonságosabban a nukleáris erőmű, ezért a kettő egymás mellett gyönyörű szépen megfér, nem csak fizikailag, mint Pakson, hanem meg kell, hogy férjen a termelésben is. Figyelembe véve azt, hogy a megújuló energiák termelésénél a hektikusságot, nap sütéstől függően, széltől függően ugye változik ennek a időben is, és mindenféle szempontból a teljesítménye, az atomerőmű pedig stabilan végig 90%-os teljesítménykihasználtság fölött üzemel egész évben. Ez a megújuló erőművekre ma még nem jellemző, lehet, hogy 10-20-30 év múlva ez már technológiailag egy meghaladó dologá válik a jelenlegi állapot, de a kettőnek akkor is együtt kell elnie hosszabb távon is, ezt mondjuk mi. A munkaerőhiány, ez érinti Paks 2-t, vagy hogy érintheti? Ugye egyrészt gondolok a szakemberekre is, másrészt pedig hát nyilván majd az építő munkások, akiknek hát ez elég nagy tömege fog ide érkezni. Hát most mondjam azt, hogy hál' Istennek érinti Paks 2-t, és ez furcsa, hogy azt mondom, hogy hál' Istennek, de Magyarország fejlődésében eljutott egy olyan pontig, amikor nem az a probléma, hogy az emberek nem találnak munkát, hanem ellenkezőleg az a probléma, hogy a munka nem találja meg az embert, nincs elég ember, nincs elég szakember. Ugye korábban ez fordítva volt. Ilyen szempontból azt kell mondanom, hogy országos szinten ez egy jó helyzet. Nekünk erről gondoskodni kell, hogy a hozzánk szükséges szakembereket hogyan találjuk meg, és hogyan csábítsuk ide. Akik most a Paks 2-be kellenek, alapvetően a jelenlegi folyamatokban, jelenlegi munkáknál magasan képzett és alapvetően műszaki szakemberek kell, hogy legyenek, angol nyelvtudás kötelező. Minden dokumentumunk szerződés értelmében angolul készül, tárgyalások angolul mennek. Ez azért behatárolja azt a kört, akik közül ide tudunk csábítani embereket, de azon vagyunk, hogy minél többet csábítsunk ide, és később ezek a kollégák át lesznek képezve majd a létesítés, beruházás és majd az üzemeltetés területére. De ugyanígy számítunk a Paks 1-es kollégáinkra is, onnan is hozunk át embereket, és most is, és fogunk hozni a jövőben is, de a szakemberi hiány az mindenképpen látszik az építőiparnál elsősorban, látszik a gépiparban, a villamos gépgyártásban, az irányítás technikai vonalon, informatikánál, mindenhol. Ezt meg kell oldani a fővállalkozónak elsősorban, de úgy, hogy a 40%-os magyar beszállítói részarányt figyelembe véve magyar cégekkel.
Ebből adódóan nemrégiben olvastam, hogy most kezdik el, vagy kezdjük el az ország visszacsábítani a külföldön levő szakembereinket. Itt az ideje, hogy itt legyenek, és akkor ők is be tudnak szállni majd a Paks 2-ből. A hosszabb távon, most kicsit jóslásra kérem, de tulajdonképpen mi lehet majd a vége, hogy gondolom az azért nehezen fordulhat elő, hogy Paks 2-t nem lesz, aki építse, mert azért itt azért jobb fizetések vannak úgy azért az átlagnál, mint ahogy úgy általában az energiaszektorban. Vagy majd arra kell készülni, hogy máshova nem találnak szakembereket, mert mindenki Paks 2-n dolgozik. Biztos, hogy külföldről is kell hozni embereket a fővállalkozónak, de mi azon vagyunk, hogy a lehető legtöbb magyar szakember, illetve a magyar cég dolgozzon itt. Ezt a kiválasztások során, a konkrét végrehajtások során is befolyásolni tudjuk, nyilvánvalóan a szerződéses kereteken belül, természetszerűleg, és azon vagyunk, hogy a lehető legtöbb magyar beszállító és a lehető legtöbb erévén a lehető legtöbb magyar szakember legyen a Paksi atomerőmű építésébe bevonva. Egyetlen kérdés még, itt a beszélgetés elején szóba került már Novovoronyezs, ahol most elkezdődött a második, ugye Pakshoz hasonló 3 plusz generációs blokknak a fizikai indítása. Lehet azt mondani, hogy a fél szeme Paks 2-nek Novovoronyezsen van? Az egyik fél szeme a novoronyezsi erőművön van, a másik fél szeme a Szentpétervári erőművön van. Alapjában a Szentpétervári erőmű a mi referenciablokkunk, tehát papírforma szerint, de hát a novoronyezsi erőmű ugye hamarabb épült és hamarabb helyeződött üzembe, mint a leningrádi. Ott is már működik egy blokk, és természetesen mind a kettőt nagyon-nagyon-nagyon szorosan figyelemmel kísérjük. Igen. Vezérigazgató úr, köszönöm szépen, hogy eljött hozzánk, a nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra. Köszönöm szépen én is.